Terelésekkel és útlezárásokkal indult a reggel Miskolcon. A kivitelező megkezdte a turbó körforgalom építését, emiatt a Vörösmarty és a Király utcák csomópontja kétszer egysávosra szűkült, ami a belváros több pontján okozott dugókat a reggeli és a délutáni csúcsidőben. A város hetek óta dolgozott az optimális megoldáson, de késések így is előfordultak. Az MVK az első napok tapasztalatai alapján kisebb módosításokat még tervez a tereléssel érintett járatok menetrendjében. A rendőrség pedig azt kéri minden autóstól, hogy körültekintőbben vezessenek. Három autó még áthaladhatott, a többieket viszont már megállították. A hétvégén leszerelték a forgalomirányító berendezéseket a Vörösmarty és a Király utcák kereszteződésében. Flexelés után a táblák is kimozdultak a helyükről. Sok ember összehangolt munkája volt, hogy a több száz kilós szerkezetet átrakják a teherautóra. Ezt már teljes útzár mellett végezték el szombaton éjjel, körülbelül 15 perc alatt. És ugyanaz a helyszín ma délelőtt. Itt vasárnap reggeltől már az új forgalmi rend van érvényben. A Vörösmarty és a Király utcák csomópontja kétszer egysávosra szűkült, a Vörösmarty utca pedig Zsák utcává vált. Dolgozik a markoló. Az útlezárásokra az új háromsávos turbókörforgalom építése miatt van szükség, amelynek az elkészülését már sok miskolci autós várta. Én örülök neki, a forgalom, ha jobb lesz, akkor szerintem ez mindenkinek az előnyére fog szolgálni. Most viszont még adódhatnak nehézségek a közlekedésben. Így nézett ki reggel a Korvin és az Újc Béla utca sarka. Látszik, hogy csak lépésben lehetett haladni. A rendőrség tájékoztatása szerint sok autóst váratlanul ért a forgalomváltozás, de baleset nem történt. Leginkább az volt a probléma, hogy a járművezetők nem figyelték az újonnan kihelyezett közlekedési jelzéseket. Nagyon sokan behajtottak a Vörösmarty út arra a szakaszára, ami nem lehet tovább menni a Király utca irányába. Sokszor elhangzik az a mondat, hogy nem megszokásból vezessünk, hanem a táblákat is figyeljük körülöttünk. A régi Vörösmarty utcai buszmegálló táblája letakarva, a megállóhely néhány méterrel arrébb költözött. Az építkezés a buszközlekedést is érinti, de több helyi járat közlekedése is változott. A 2101-es az teljes egészében megváltozott, az ösonosnak van változása, illetve a többi autóbusz nincs változása, tehát az útvonalon nem változtatunk. A menetidő viszont több járat esetében is átlagosan 10-15 perccel nőtt, az MVK autóbusz közlekedési igazgatója szerint. Emiatt, ha szükséges, további változtatásokat hajtanak majd végre. Általában egy-egy ilyen beavatkozás után 2-3 nap el kell, hogy teljen, míg az emberek kitalálják azt az optimális útvonalat, ami részükre a legrövidebb, illetve a legrövidebb idő alatt megtehető. Ezért természetesen egy napból nem lehet levonni a következtetéseket. Mi természetesen vizsgáljuk azt, hogy ez hol és milyen beavatkozásokra lehet esetleg szükség. A jelenlegi forgalomkorlátozás és a terelések a tervek szerint augusztusig lesznek érvényben. A közlekedési változásokról aktuális információkat az MVK ZRT és a Minap honlapján találnak.